látványos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió 90,3 MHz-es frekvencia modulált, vagyis FM sávon. Én pedig Dr. MZ Perix vagyok, vagyis Vince Miklós a szokolébresztővel, vagyis a kozmikus rádióhullámú háttérműsorral, annak is a 2022 évi első adásával, tehát boldog új évet kívánok mindenkinek ez úton is. A mai témánk egyébként nem az lesz, amit eredetileg terveztünk, hiszen egyébként nagyon logikusnak tűnhetne, hogy 2022 első adásában arról beszélgessünk, és úgy ez van a hangsúly a beszélgetésen, tehát arról beszélgessünk, hogy mi várható idén az űrkutatásban és az űrtevékenységben. Egyébként elképesztő dolgok várhatók, és az volt azért nagy tervem, hogy egyik állandó szakértőnket, Werner Norbit, ennek örömére Skype-on bekapcsoljuk, azonban ő igazoltan van távol, mert a kutyusuknak állatorvoshoz kell mennie, és ez nem tréfa. De a legjobbakat kívánjuk Maxnak és Werner Norbinak is innen, Budapestről. Viszont emiatt aztán én továbbra is úgy gondolom, hogy azt a beszélgetést, azt vele kell megejteni, még ha nem is most. Úgyhogy azt, hogy mi várható 2022-ben az űrtevékenységben, ezt a dolgot elhalasztottam legalább két héttel, addig azért kibírjuk. Nyilván egyébként hihetetlen dolgok lesznek még egyszer, tehát itt több óriás rakéta első útját fogjuk látni idén, több emberszállításra tervezett űrhajó ember nélküli próbaútjait fogjuk látni idén, esetleg emberes próbaútokat is. A naprendszer kutatásban is elképesztő dolgok lesznek, és hogy más nem mondjunk, ugye a kettővel ezelőtti adásunkban hallhattuk Detre Őrsöt, Detre Őrs Hunort, aki a MIRI műszerfejlesztő a James Webb űrtávcsőből, ami egyébként immár tegnap kinyitotta a fő tükrét, és már szinte már-már alkalmas arra, hogy használják, azért még nem. De ugye tudjuk jól, a következő generációs űrtávcsőről van szó, ami hát elmondta egyébként két adással ezelőtt, vagyis egy hónappal ezelőtt nekünk Őrs, hogy mennyi, micsoda kötéltánc ez, hogy ez a sok minden tökéletesen működjön, és rengeteg olyan technológia van, aminek soha nem próbáltak ki a világűrben. Most úgy tűnik, hogy eddig minden rendben ment, többé-kevésbé, de inkább többé, tehát voltak izgalmas részek, de egyelőre, ami az űrtávcsövet illeti, minden rendszer tökéletesen működik. Kinyílt a fő tükör, ami ugye origami módjára volt összehajtogatva, ez egy, ugye egy tegnapi hír, és hát innentől kezdve lényegében oda kell érni a megfigyelés helyére, és mivel hogy az a hatalmas nap pajzs is kinyílt, amiről Őrs beszélt, hogy mennyire fontos a szerepe, hogyha az nem nyílt volna ki, akkor eleve mehetett volna az egész küldetés a kukába, az a nap pajzs is kinyílt, így aztán lehetővé fog válni az űreszköznek a lehűtése a megfelelő hőmérsékletre. Most ez a MIRI esetében, ugye, tehát Őrsék műszere esetében ez egy, ha jól emlékszem, 6 Kelvin fokos üzemi hőmérséklet, tehát nagyjából olyan mínusz 266 fok, azért, hogy ezt a hőmérsékletet elérjék, ahhoz bizony még odafönt is szükség van, hát egy-két hónapra, úgyhogy igazából a MIRI-t azt majd csak akkor fogják bekapcsolni, ezt a műszert. Úgyhogy ebből is látszik, hogy itt majd legkorábban nyáron, de mindenképp 2022-ben, tehát szintén ebben az új évben várhatók az első tudományos eredmények, úgyhogy nyilvánvaló, hogy erre többször is vissza fogunk térni, és Őrsöt is sokszor rá fogjuk venni, hogy a műsorban megnyilatkozzon. Na, szóval ez mind az, amiről nem fogunk ma beszélni. Ehelyett viszont beszélni fogunk egy többé-kevésbé évfordulós dologról, ami két szempontból is évfordulós, és ez pedig nem más, mint a holdautó. Mégpedig az a holdautó, ami 1971-ben, illetve 72-ben a három utolsó Apollo holdra szálló küldetésen a hold felszínén teljesített szolgálatot.
Lunar Roving Vehicle a neve neki, tehát nagyjából úgy lehet fordítani, ja, hát, hogy úgy is hívták, hogy rover, tehát igazából általában az űrhajósok úgy hivatkoztak rá, hogy a rover. Hát most gondolkozom, hogy a rovert azt hogy lehetne igazából lefordítani. Igazából olyasmik jutnak eszembe, hogy csatangoló vagy ilyesmi, tehát ha így nézzük, akkor a Lunar Roving Vehicle azt talán úgy lehet hívni, hogy holdi csatangoló jármű igazából, ami jól mutatja egyébként, hogy miről volt itt szó. Ugye elsősorban arról volt szó tehát, hogy az első Apollo repülések után, amelyeknek ugye elsősorban az volt a célja a 60-as évek végén, 70-es évek legelején, hogy demonstrálják azt, hogy az emberek képesek leszállni a holdra egyáltalán, és úgy mondjam, hogy technológiai demonstráció mellett, főleg az első utak esetében lényegében másodlagos szempont volt az, fontos, de nem elsődleges, hanem másodlagos szempont volt az, hogy tudományos eredmények is jöjjenek a Holdról. Természetesen jöttek, de gondoljunk bele, hogy például az Apollo 11 esetében, az első holdra szállás esetében egy nagyjából 2,5 órás holdsétáról lehetett beszélni, amelynek keretében az űrhajósoknak a kőzetgyűjtő tartománya a holdkomp körül az nagyjából 30 méteres volt. Tehát a holdkomp körül, hogyha húzunk egy 30 méter sugarú kört, akkor az űrhajósok tevékenységének a 90%-a azon a kis területen belül történt. Aztán természetesen ez a további repülések során egyre inkább nőtt. Az Apollo 14 esetében már elég komoly túrákat is tettek, amihez egyébként volt egy kis kézi kocsijuk is, amit Alan Shepard és Ed Mitchell 1971. februárjában húztak maguk után a Holdon. Tehát lényegében ez volt az első alkalom, amikor kerekes eszköz jutott el a Holdra a Hold repülések során. Mármint emberes holdutazások során, ugye a szovjeteknek még volt a maga saját távirányítású holdjáró programja, a Lunokhod, ami szintén megér egy külön adást majd egyszer, de ez nem a mai adás témája. Szóval, hogy ilyenek már voltak, de lényegében nagyon bekorlátozta azt, hogy mit lehet teljesíteni tudományos szempontból az, hogy mennyire távolodhatnak el az űrhajósok a holdkomptól, természetesen. De az utolsó három repülésen, ami az Apollo 15, 16 és 17 volt, már egyértelműen a tudományé volt a főszerep. Ez azt jelenti, hogy lényegében a Saturn 5 egy módosítása kellett ahhoz, hogy lehetővé váljanak kiterjesztett tudományos programok, meg persze a tapasztalat, ami az első tesztrepülések során, Apollo 11-12, hát a 13 is ide tartozik, és a 14 során, ezek voltak a 12-13-14 voltak az úgynevezett H, mint Hedwig típusú Apollo repülések, amik a holdi tevékenység szempontjából sétálgatást jelentettek, és sétálgatva kőzetgyűjtést és kísérletek kihelyezését. A hold körüli pályán keringés során pedig a tudományos program az lényegében arra korlátozódott a H-típusú repülések során, hogy az ablakból fényképezgették a hold felszínt. Egyébként rengeteg fényképet csináltak, és nagyon sok fontos eredményt értek el, de lényegében ennyi volt a tudományos program a hold körüli keringés során. Ugye ne felejtsük el, hogy az Apollo koncepció az úgy néz ki, hogy az űrhajórendszer kettő részre szétválik, a háromtagú legénységből kettő, az úgynevezett Lunar Module-al, amit magyarul Holdcom-nak szoktunk hívni, leszállnak a Holdra, és ott csinálják a dolgukat, miközben a legénység harmadik tagja az anyaűrhajóban, a parancsnoki és műszaki egység Command and Service Module nevű. Tulajdonképpen a Apollo űrhajón a hold körül kering, és ott csinál mindenfélét egyedül, amíg a Hold expedíció maga, a felszíni expedíció véget nem ér, utána felszáll a Holdcomp egyik része, és akkor újra találkoznak, és aztán hazaindulnak a Földre. Ugye így néz ki egy Apollo küldetés. Egy H-típusú Apollo küldetésen, tehát a tudományos program az lényegében olyan jellegű volt, amit az előbb elmondtam, és akkor jött a J-típusú program, ami tehát az utolsó három Apollo repülés volt, és akkor itt aztán voltak lehetőségek. És még egyszer, ezt a Saturn 5-nek egy pici módosítása tette lehetővé, ami tulajdonképpen több száz kilogrammal megnövelte a Holdra eljuttatható hasznos terhet. Igazából, ami a parancsnok és műszaki egységet illeti, Command and Service Module-t, ez azt jelentette, hogy az űreszköz külsejére, tehát magára a Service Module-ra, a henger alakú műszaki egységre, amiből az Apollónak a hajtóműve is kiáll hátra,
Hogyha valaki emlékszik az Apollo 13 című filmre, ugye ez volt az az egység, amiben például az a nevezetes robbanás is történt, ami ott szétvitte a kasznit, és az izgalmakat okozta. Na hát most itt nem kellett robbanás ehhez a dologhoz, hanem kész akarva leszerelték ennek a service modulnak az egyik oldallapját, és a benne kialakítottak egy ilyen tudományos rakteret, amelyet telezsúfoltak mindenféle olyan kísérlettel, ami tehát nem a parancsnoki kabin ablakából keresztül fényképezést jelentette, hanem konkrétan az űrbe kihelyezett kísérletekről beszélünk. Volt ott mindenféle spektrométer, automatikus kamera, távirányítású kamera, volt például kis műhold kibocsátására lehetőség, az Apollo 15 és a 16 repülések során kibocsájtottak magából a service modulból két pici úgynevezett subsatellite-ot, kis alműholdat. Tehát a hold körüli pályán is egy nagy térképező munkát tett lehetővé ez az újítás, és akkor a holdkomp is természetesen több terhet tudott levinni a holdra. Egyrészt azért, mert eleve több terhet tudott felemelni a Szaturnőt módosított változat, a másrészt pedig tényleg azért, mert egyszerűen kitapasztalták, hogy hogyan lehet az üzemanyaggal a legeffektívebben bánni a hold megközelítése során, és ezt tette lehetővé például azt az újítást, ami talán a leglátványosabb újítás az egészben, hogy egy holdi járgányt is le lehetett vinni a holdra. Nekünk, magyaroknak egyébként nagyon fontos, hogy ennek az emlegetett Lunar Roving Vehicle-nek, a rovernek, a holdi csata angoló járműnek a főmérnöke, és tulajdonképpen a koncepció ötletgazdája az nem más, mint Pavlics Ferenc, akiről a mai napon sok szó fog esni. És igazából úgy gondoltam, hogy a legegyszerűbb, hogyha éppen az ő életútján keresztül mutatom be, hogy hogyan történt ennek a páratlan űreszköznek a kifejlesztése. Úgyhogy akkor most időben ugorjunk is vissza. És még előzőleg közbevetésként elmondom, hogy ebbe a műsorba megszerettük volna hívni Pavlics Ferencet. Pavlics Ferenc Feri bácsi február 3-án lesz 94 éves, és az Egyesült Államokban él, és írtam neki e-mailt, amelyre nagyon kedvesen a fia Peter Pavlics reagált e-mailben, amiben azt írta, hogy az apukája olvasta az e-mailt, és nagyra értékeli a megkeresést, de hogy nincs abban az egészségi állapotban, hogy vállalni tudna egy ilyen hosszabb interjút, úgyhogy ilyen módon küldi üdvözletét. És tehát akkor mi innen, ez maradt nekünk most, hogy akkor innen kívánunk a következő, közelgő 94. születésnapjára boldog születésnapot és jó egészséget Feri bácsinak, Pavlics Ferenc professzor úrnak az Egyesült Államokba. És hát most akkor éppen az ő életén keresztül fogom bemutatni ezt a fantasztikus űreszközt. Tehát Pavlics Ferenc 1928. február 3-án született a Vasmegyei Balozsa megyesen, és utána szülei tanárok voltak, és ő maga is természetesen gyerekkora óta nagyon érdeklődött a technikai dolgok iránt. Egészen fiatal korában nagyon beteg lett, tüdőgyulladása lett, azt hiszem, és 6 éves korában életveszélyes állapotban volt, de aztán a szülei sok szeretettel, ahogy ő ezt megfogalmazta, később egy interjúban kigyógyították. Amúgy nagyon jó interjúk olvashatók vele, ha valaki hozzáfér a természetvilága régebbi számaihoz. Dr. Bot Előd, csillagász, űrkutató, műfordító készített vele nagyon mély interjúkat, ami annyira mély, hogy 3 egymást követő számban jelent meg a Természetvilágában. Én is részint abból készültem fel kitűnő anyagok. Az egyik, az azt hiszem az interneten is elérhető. De nem könnyű, de a Természetvilágában mindenképp bent van. Szóval a lényeg az, hogy ő aztán gépészmérnökként végzett a Műszaki Egyetemen 1950-ben, ugye olyanok tanították, mint a híres pattantyús professzor, akikre későbbi szeretettel emlékezett. De aztán jött nem sokkal utána 1956 a forradalom, amelynek a leverésekor, tehát november 4-én úgy döntött, hogy Klárával, a későbbi feleségével együtt elhagyják az országot, és így is tették, tehát meg 1956 novemberében sikeresen elhagyták Magyarországot, és hát először Ausztriába kerültek természetesen, és onnan utána nem sokkal, viszonylag gyorsan, nagyon sok ilyen magyarországi menekült társával ellentétben neki elég gyorsan és sikeresen beindultak a dolgok.
Olyannyira, hogy 1957 elején igazából, tehát csak néhány hónappal később, már Detroitban találjuk, hogy a Detroit, a Michigan állami Detroit, az ugye az amerikai autógyártásnak a fellegvára volt akkor. Akkor az egy nagyon prosperáló város volt, nem úgy, mint most, ahol ugye lényegében rozsdaövezet, ugye, tehát a munkanélküliség és borzasztó viszonyok ütötték fel a fejüket, éppen azért, mert ugye az amerikai autógyártás az jelentős mértékben lecsökkent, miután megjelentek a külföldi konkurenciák, elsősorban Kelet-Ázsiából. Na, de a lényeg az, hogy a General Motors Research-höz került, mondom, akkor az még nagyon pörgött, az 1957-ben az kb. A gépészmérnöki szakma egyik csúcs pozíciója volt a világon, hogyha valaki a General Motors kutató vállalatánál dolgozhatott, és természetesen nyilván volt is kutatni való bőven. Aztán már ekkor elkezdett érdekes módon foglalkozni ilyen űrtevékenységgel kapcsolatos dolgokkal, pedig hát akkor még nagyjából az első műhold idejében járunk, de ezt mutatja, hogy a General Motors, amerikai gigavállalat, az ennyire szívén viselte a technikát, meg a jövő technológiáját, hogy már akkor, az 50-es évek legvégén elkezdtek valamennyire foglalkozni azzal, hogy más bolygókon milyen lehet közlekedni. Ugye, ne felejtsük el, hogy igazából itt még, ilyenkor nem lehet még az Apollo programról beszélni. 1961-ben már lehet, ugye 1961-ben Kennedy elnök kitűzte a nagy célt, hogy az évtized vége előtt Amerika juttasson embert a Holdra, és akkor a General Motors is felpörgette az ilyen irányú tevékenységeit, és Detroitból át is költöztette az ezzel kapcsolatos csapatot Pavlicsal az élen, aki akkor már csoportvezető volt Santa Barbarába, Kaliforniába, amit kifejezetten ilyen bolygó felszíni mozgásokkal kapcsolatos kutatásokra hoztak létre. És érdekes széljegyzet az űrkutatás történetében, hogy az első ilyen jármű, amit létrehoztak volna, ami egy másik bolygó felszínén gurult volna terveik szerint, az bizony a Surveyor holdszondákon került volna a Holdra. Ugye a Surveyor holdszondák az 1960-as évek közepén kezdtek el leszállogatni a Holdra. Az Apollo program elég előkészülete képpen. Ugye 1966-ban szállt le először egy Surveyor szonda, nem sokkal a szovjet Luna 9 után, az mi az első sikeres Holdra szállás volt, és nem csupán a tiszta tudományos érdeklődés miatt küldték ezeket a szondákat oda az amerikaiak és a szovjetek is, hanem természetesen azért, hogy felmérjék a terepet, hogy egyáltalán alkalmas-e a Hold felszín arra, hogy ott emberek közlekedjenek. Ne feledjük, hogy a 60-as évek közepén még egyáltalán nem lehetett tudni azt sem, hogy a Hold felszínen egyáltalán egy ember meg tud-e állni. Ugye nem lehetett tudni, hogy milyen állagú a talaj. Mondjuk, hogyha olyan süppedős, homokszerű valami lett volna, akkor felmerült volna az a probléma, hogy az űrhajós egyszerűen elsüllyed, amikor odaér, vagy az űrhajó. Ezért aztán ki nagyon nagy érdeklődéssel várta mindkét oldalon a tudományos közvélemény, hogy mit találnak ezek a szondák, és a szovjetek is például a második simán holdra szálló eszközük a Luna 13, és fel volt szerelve egy úgynevezett penetrométerrel, ami a világ legegyszerűbb dolga, de rettenetesen fontos, az az ő dolga, hogy volt, hogy egy tűt benyomni a holdporba, és mérni, hogy a tű mekkora mechanikai ellenállásba ütközik, tehát hogy lényegében, hogy mennyi áramot fogyaszt az, hogy ezt a cuccot lenyomják adott erővel a holdba, a hold talajba. Ezzel mérték, hogy egyáltalán mennyire rugalmas a talaj, illetve hogy mennyire képes arra, hogy megtartson egy embert. Ha ugyanilyen megfontolással szerelték fel a Surveyor szondákat, ilyen robotkarral, amivel kapargatni lehetett a hold felszínt, tehát ennek nem az volt a cél, hogy mintát vegyenek a holdról, hanem konkrétan annyi, hogy megkapargassák a holdat, sőt, ugyanebből az okból a Surveyor szondákkal olyat is csináltak, hogy ugráltatták őket a holdon, tehát a már holdra leszállt Surveyor szonda, ami egy háromlábú kis ilyen, hát ilyen virágállvány, tehát ilyen kovácsoltvas virágállványra emlékeztető konstrukciók voltak, amiről napelemek, meg mindenféle műszerek lógtak le, és három leszálló talp, és akkor a holdon levő cuccnak begyújtották a hajtóművét, lényegében ugráltak vele egyet, és akkor odébb leestek, és ezzel is mérték, hogy na vajon most elsüllyed-e a Surveyor, nem süllyedt el, hogy ez nagyon fontos volt. Na ehhez a Surveyor programhoz felmerült
a 60-as évek elején, amikor tervezték ezeket a szondákat, hogy lett volna rajta egy nagyjából 50 kilós kicsi rover is, vagyis egy ilyen kis guruló jármű, ami legördült volna erről, és akkor ilyen módon ez lett volna az első ilyesmi a Holdon. Ezt végül elvetették, de a General Motors bolygó felszíni csapata, élén Pavlics Ferenccel, elkezdték vizsgálni ezt, és terveket dolgoztak ki. Tehát ő már ekkor bekapcsolódott a Hold felszínen mozgó járművek világába. Még egyszer, itt még annyira nem lehetett tudni, hogy milyen állagú a Hold talaj, hogy annyira, de annyira, hogy még az mozgás módjában is felmerültek kérdések. Tehát amikor voltak ilyen tervek, hogy esetleg ilyen pörgő, de nem is kerekekkel kéne, hanem ilyen fúrófejszerű csavarokkal egy vakontként lehetne előre haladni tulajdonképpen a Hold porban, amennyiben az annyira lágy. Archimédeszi csavar, vagy valahogy így hívják ezt a cuccot. De vagy valami görögről, elnézést kérek. Most hirtelen nem ugranak be a dolgok. De a lényeg az, hogy még ezt se lehetett tudni az elején, hogy egyáltalán egy kerék alkalmas-e a mozgásra a Holdon. Tehát sok kérdés volt. Na most aztán persze a Surveyornak ezt a kis járművecskéjét, ezt az 50 kilós rovert, ezt végül törölték a programmal, ez egyszerűen nem fért volna rá. Tehát így tömegileg, meg fejlesztési időben ez nem fért volna bele a dologba. Na de ott volt az Apollo program. Az Apollo program ugye tényleg az volt a cél, hogy 1975 embert a Holdra. Nagyon-nagyon ki volt centizve az elején az Apollo. Tehát először is nyilván gondoljunk bele, hogy a Holdcomp, ami levitte az embereket a Holdra, az igazából hogy néz ki. Annak az alsó része, az talán mindenki, hogyha lelki szemei elé képzeli a Holdcompot, ez egy négylábú valami, és ugye az alján van egy hajtómű, és a hajtómű fölött van egy rendszerint aranyfóliával beburkolt, ilyen fényes fóliával beburkolt rész, ami a leszálló egység. Most ez a leszálló egység, ez úgy néz ki, hogy óriási, amit kívülről nem látunk, most, mert ugye be van burkolva aranyfóliával, ilyen millárfóliával. Na most az van, hogy a belseje az óriási hajtóanyag, meg oxidáló anyag tartályokkal, meg magával a hajtóművel van tele. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen kereszt alakban behelyezünk 5 darab négyzetet, mondjuk. Elképzelünk, hogy középen egy négyzet, és mind a 4 oldalához kapcsolódik egy négyzet, akkor kapunk egy ilyen keresztet, és minden ilyen négyzetbe elképzelhetünk egy beleírt körként egy hajtóanyag tartályt, vagy oxidálószer tartályt. Így néz ki a Holdcomp alja. És akkor, hogy ezt kiegészítsük, ezt a keresztet 8-szögre, akkor látjuk, hogy keretkeznek ilyen kis 4 darab ilyen derékszögű, 3-szög alakú flik-flak a szélén. Na, azok voltak azok a részek, amiket műszerek Holdra szállítására lehetett használni, ahol tehát ezek a kis helyek, amik ilyen nagyon-nagyon furcsa 3-szög alapú, hasáb alakú, rettenetesen előnytelen geometriával megáldott kis helyek, nagyjából egyenként ez olyan másfél köbméteres kis helyek, ez a 4 cucca Holdcomp 4 sarkában, úgymond, ahol lehetőség volt ilyen dolgokra, hogy például oda kerüljenek azok a tudományos műszerek, amiket a Holdra ki kell helyezni. És természetesen ezeknek a súlya is rettenetesen limitált volt. És akkor az volt az ötlet, hogy hát ott tudományos műszerek kerülnek majd ide, de az első változatban föl sem merült, hogy tehát legelborultabb álmaikban se gondolták volna az emberek, hogy egy ilyen furcsa alakú, ilyen pici helyre be lehet hajtogatni egy olyan autót, amivel embereket lehet szállítani a Holdon, úgyhogy nem is ez volt a terv. Az eredeti terv ehhez képest az volt, hogy szépen letesszük az első embereket a Holdra egy minimál tudományos programmal, és akkor majd később az Apollo program egy későbbi változatában, amivel nem foglalkozunk, egyelőre még olyan intenzitással, mondták a 60-as években, akkor majd lesz egy külön Saturn 5 start, ami előzőleg oda viszi a Holdra a nagy 4 tonnás lakóautót, ami egy mozgó holdi laboratórium, úgy hívják, hogy MOLAB, Mobile Laboratory, ami képes 14 napig üzemelni a Holdon, úgyhogy emberek
mennek bele, de hogyan? Tehát még egyszer, ez magától elment volna a Holdra ez a cucc, emberek nélkül, éppen egy átalakított holdkomp vitte volna oda, amiben pont ez az előbb emlegetett alsó rész négy lábbal letette volna automatikusan, és a tetején lett volna ez a 4 tonnás molab, ami tehát automatikus, vagyis távirányítású üzemmódban szállt volna le a Hold felszínére, és akkor később repültek volna oda az emberek a sima Apollo holdkompal hozzá, és akkor elkezdték volna használni, és akár 2 hétig autókázgattak volna vele a Holdon. Hát, és egyébként, hogyha késtek volna az emberek, ez se lett volna baj, mert úgy tervezték volna ezt a molabot, hogy egyébként 6 hónapig, vagyis fél évig vígan eláldogáljon a Holdon. Tehát nem volt romlandó annyira ez a cucc. Tehát ez volt a koncepció, hogy majd oda mennek az emberek és autókáznak. Ezzel az óriási járművel, ami tehát egy túlnyomásos fülke lett volna, tehát tényleg egy ilyen lakóautó, nem is tudom jobban megfogalmazni, vagy hát terepjáró autó. Voltak 4 kerekű és 6 kerekű tervváltozatai is. Na most ebből is látszik, hogy igazából előkísérletekig jutott el a dolog. Voltak biztató kísérletek, építettek is belőle egy példányt, ezt egyébként nem a Pavlicsék csinálták, de ezt az egész projektet tulajdonképpen eltörölték el már 1968-ban, tehát az első Holdra szállás előtt már a MOLAB program az teljesen kikerült a tervből. És akkor ugye felmerült az a kérdés, hogy hát akkor mégis mit kéne csinálni a Holdon, hogy ezt az emlegetett problémát, hogy az űrhajósok által bejárt terület pici, hogy ezt mivel lehetne orvosolni. Amikor egyszerűen az már nyilvánvalóvá vált, hogy már csak azért sem lehet ezt a koncepciót továbbvinni, mert egyszerűen nem lesz hozzá elég Szaturn 5. Ugye 1969 végén, 70 elején már oda jut a dolog, hogy már nem gyártanak több Szaturn 5 hordozórakétát, és konkrétan ki van számolva, hogy mennyi marad még. Ráadásul éppen az Apollo 20-at ekkortájt törölték a programból, mert a Skylab űrállomáshoz kellett egy Szaturn 5 hordozórakéta, és nem tervezték több Szaturn 5-öt gyártani. Tehát itt már ennyire erről volt szó, hogy az már szóba se kerülhetett, hogy egy másik rakétával vigyenek oda valami járművet a Holdra. Hát hogy lehet ezt megoldani? Hát akárhogy is számoljuk, akkor nincs más lehetőség, mint az, hogy valamilyen módon éppen magának az Apollo űrhajónak kell a Holdkomban eljuttatni a holdjárót a Holdra. És hát akkor természetesen megint a NASA kírt egy kontraktot, hogy erre hogy mit lehetne csinálni, hogy a tessék, itt van egy ilyen hihetetlen súlylimit, ami egyébként az, hogy mondjuk nagyjából 200 kilóba bele kell férni egy olyan eszköznek, ami lehetővé teszi azt, hogy vigyen 2 űrhajóst a Holdon, vezethető legyen, és mondjuk 40 kiló kőzetet bele lehessen pakolni, amit ők ütközben összegyűjtenek, és természetesen elektromos autóról van szó, és ennek az egésznek bele kell férni ezekbe a rettenetesen abszurd alakú rekeszekbe a Holdkomnak a sarkában. Hát nem egyszerű feladat, de természetesen a Pavlics Ferenc vezette csapat adta be az egyik pályázatot erre, ugye a General Motors bolygó felszíni csapata, de még egyszer, tehát a MOLAB-ot 1968-ban törölték. Tehát nagyjából akkoriban merült föl ez a dolog, hogy erre a Lunar Roving Vehicle-re, erre a holdi csatangoló járműre, erre a mini holdautóra van igény. Tehát egy nagyon gyors fejlesztésről beszélünk, mert egyébként már 1970-re az egészet cakli-pakli le kellett szállítani. Úgyhogy természetesen Pavlicsék, meg hát mindenki más is nyilván gondolom a konkurens csapatokban is, 7 nappal át éve dolgoztak, tehát a 12 órás munkanap az teljesen normális volt, hétvégén is természetesen, tehát ugye családjukkal alig találkoztak, és egyébként akkoriban a csapat, mint talán mondtam már, az olyan 15-20 főből állt, de amit még nem mondtam, hogy elég érdekes, hogy ebben a csapatban, akkor egyébként azt nyilatkozta Pavlics, hogy ebből 5-en voltak magyarok, tehát ő volt a főmérnök, de még a csapatban is még volt pluszban még 5 magyar mérnök, és még volt egy csomó technikus is. És akkor így dolgoztak, és persze végül is az volt a nagy terv, hogy, vagyis az volt a nagy nehézség, hogy ezt az egészet becsomagolják a Holdkomba, illetve volt egy másik nehézség, hogy egyáltalán hogyan tud üzemelni egy kerék
a Holdon. Ugye nézzük meg először is, hogy mit kell tudni egy keréknek. Hát elsősorban persze a rugalmasságot kell biztosítani, másrészt pedig ugye át kell jutni mindenféle terepakadályokon, miközben az autó megy. Tehát egy nagyon rugalmas kerékkel, ami egyébként képes arra, hogy mondjuk 30 cm-es köveken átmenjen. Ilyen specifikációkat is leadott a NASA, hogy egy 45 fokos lejtőn ne boruljon fel a gépjármű, meg ilyenek. Szóval azért hát kb. Szinte lehetetlen feladatot definiáltak, ja, és rettenetesen rövid fejlesztési idő alatt. Hogyan működjön ez a kerék? Az nyilvánvalóvá vált, hogy a gumiabroncs az nem opció, egyszerűen azért sem, mert ha belegondolunk, hogy a Holdon milyen hőmérsékletviszonyok vannak, hát ugye természetesen brutális hőmérséklet ingadozásokról beszélhetünk, ahova oda süt a nap, akkor ott simán felmehet 150 Celsius fokra is a hőmérséklet, ahova meg nem süt oda a nap, akkor ott mínusz 120 fokig simán lemegy a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy hát egy bármiféle gumiabroncs az ekkora hőingadozást egyáltalán nem tudna eltűrni, ugye szó sem lehetett róla. És meg ráadásul még veszélyes is lett volna, robbanás veszélyes konkrétan emiatt. Tehát nem, a gumiabroncs nem jött szóba, tehát kellett csinálni valami olyasmit, ami ugyanannyira rugalmas, mint a gumi, de nem gumi, ja, és ráadásul még könnyebb is, ugye, az sem egy elanyagolható szempont. És akkor végül egy alumínium kerékagyra feltekert alumínium sodronyháló volt az egésznek a lelke, tehát azt találták ki Pavlicsék, és földi kísérletekkel demonstrálták is, hogyha vesz az ember lényegében egy zongorahúrokból előállított alumínium hálót, és így összecsavarja egy hengerré, azt pedig összecsavarja a másik két végén egy tórusszá, tehát egy ilyen fánk alakot formálva belőle, és azt ráteszi a kerékagyra, akkor az ma megfelelően ki van képezve, akkor az ugyanazt a rugalmasságot tudja, mint egy gumiabroncs. Természetesen a Földön egy ilyen struktúra az nem bírna el egy autót, még akkor sem, hogyha az az autó csak 200 kiló önsúllyal rendelkezik. Bár azért megjegyzem, hogy űrhajósokkal és a megkívánt 40 kiló között, mint ebből együtt, és az űrhajósokhoz persze az ő hátizsákukat, meg a nehéz űrruhájukat, meg mindent hozzá kell adni, az 520 kilót jelentett, tehát egy 520 kiló volt megpakolva a cucc, miközben az önsúlya csak 200 kiló, tehát a saját önsúlyánál lényegesen többet kellett elbírnia, de a Holdon kellett elbírnia. Tehát ezt mondom, hogy ez a sodrony kerék ez a Földön egyszerűen nem működne. Egyszerűen az autó a saját 200 kilós önsúlyát a Földön nem bírná megtartani, de ne feledjük el, hogy persze a Holdon a gravitáció az csak egy hatoda a Földinek, és persze a Pavlicsék is úgy tesztelték ezeket, hogy így felfüggesztve vizsgálgatták ezeknek a kerekeknek a tulajdonságait, és ez nagyon jól működött. Ugye az a lényeg a kerék konstrukcióban még egyszer, hogy ilyen alumíniumból van maga a kerék agy, vagy micsoda, és akkor ilyen titániummal erősített acél szálakból volt lényegében megcsinálva ez a több rétegű sodrony, cucc, és ez egy kitűnő konstrukciónak minősült. Bizonyult, most már mondhatjuk. Na most viszont az van, hogy ez még csak az egyik fő probléma volt. A másik fő probléma az, hogy ezt az egészet hogyan lehet bepakolni arra a kis helyre. Hát ezt Pavlics, ez lényegében kizárólag a Pavlics zsenialitása volt, aki hazament egy hétvégére, és addig-addig origamizgatott otthon, amíg így rá nem jött, hogy ennek mi a módja. És aztán egy nagy családi vállalkozás keretében, ő, aki egyébként persze imádott jó gépészmérnökként ilyen kis játék maketteket, modelleket építeni, össze is szerelt egy bemutatható változatot, ami ráadásul egy távirányító autóból lett átalakítva, tehát egy távirányítható kis autót összeszerelt, ami akkora méretben volt lekicsinyítve egyébként, hogy pontosan bele lehetett ültetni Ferenc fiának, a már emlegetett akkor 7 éves Péternek az egyik G.I. Joe űrhajós babáját, tehát így ekkora lekicsinyítés, tehát kb. Egy ilyen cipős doboz nagyságú változatba lekicsinyítette ezt az egészet, és ezt nem csak távirányítani lehetett, hanem tudta ezt a varázslatot és összecsukást is, ugyanis hát azt találta ki a Pavlics,
hogy ennek a holdautónak az elejét meg a hátulját úgy össze lehet hajtani középre, és akkor utána még a négy kerekét is így szögben be lehet hajtani a felfüggesztéseknél, úgyhogy az egész tényleg beférjen egy ilyen háromszög alapú, hasáb alakú cuccba. Majd amikor írok erről az adásról cikket csütörtökön a parallaxis.emtv.hu-ra, ahol ugye mindig írok a szokolébresztőkről kísérő cikket, majd akkor oda remélem találok valami jó illusztrációt erről az összecsomagolásról. Tehát ez egészen elképesztő. Ugye nemrég beszélt Őrs, Detlev Őrs a James Webb Space Telescope kapcsán arról, hogy hát micsoda bonyodalom ez az egész kihajtogatós di. Hát igen, valóban, de hát az űrkorszakban a kihajtogatásnak az egyik úttörője és nagymestere az mindenképpen Pavlics. Most ezt ő kitalálta, csináltak róla videókat, és aztán eljött a demonstráció ideje. Na most ennek az egésznek a fő felelőse, a Marshall űrközpont igazgatója, a legendás német Werner von Braun volt, aki lényegében a NASA-n belül felelős volt az egész rover projektért. És akkor azt mondták von Braun, vagyis Pavlicsék, hogy jó, most akkor ezt vigyük el, ezt a makettet, és mutassuk be von Braunnak. Meg is csinálták a show-t, tehát oda mentek a Marshall űrközpontban, Huntsville-ben, Alabama-ban a Werner von Braun irodája elé, és kívülről bekopogtak, és akkor kívülről távirányítóval bemanőverezték a kis autót a folyosóról. Tehát a von Braun azt kellett, hogy lássa, hogy a G.I. Joe által vezetett, lekicsinyített rover a szépen begurul az irodájába, majd megáll. Von Braun ekkor telefonált, és állítólag ilyenkor azt mondta, hogy ellikor lecsapta a telefont, és érdeklődve odafordult a szerkezet felé, és azt mondta, hogy what do we have here? Mink van itt? És akkor ekkor bújt elő Pavlics és a főnöke a General Motorsból, akik elmagyarázták, hogy miről van szó, és bemutatták a videókat is, amik a kicsomagolást, becsomagolást mutatják. A Von Braun maga is kipróbálta a kicsomagolást, becsomagolást ezen a kicsinyített cuccon. Természetesen el volt ájulva, és azt mondta, hogy ez az, amit meg kell építeni, és ennek mindenképpen ott lesz a helye, az Apollo 16-on. Ugyanis akkor még az volt a terv, az Apollo 13 katasztrófája előtt az volt a terv, hogy ezek a kiterjesztett tudományos küldetések majd az Apollo 16-tal indulnak, és akkor még tervben volt az Apollo 18, sőt a 19 is. Tehát ugye ezeket már az Apollo 13, tehát 1970 áprilisa utáni időszakban törölték, de akkor még úgy volt, hogy az Apollo 16 lesz az első, ami majd ilyen kiterjesztett tudományos programot hajt végre, és akkor ez vihetett volna magával ilyen járművet. Tehát azt mondta von Braun, hogy ennek mindenképp ott lesz a helye az Apollo 16-on, és ki is nevezte egyik legjobb emberét, a 120 eredeti német rakétatudornak az egyikét, akik a második világháború után ugye átlettek költöztetve, úgymond az Egyesült Államokba. Ezek egyike volt a von Tiesenhausen, Georg von Tiesenhausen, aki 100-nál is 105 éves korában hunyt el, azt hiszem nemrég, néhány éve. 1914-ben született az ember, és én még 1903-ban Huntsville-ben találkoztam vele, és tökéletes szellemi egészségnek örvendett, olyannyira, hogy előadásokat tartott, és ő mondta nekem, hogy the rover is my baby. Ja, ez németesen mondja, the rover is my baby, ezt mondta, tehát, hogy a holdautó az én gyermekem, babám, ő is így mondta, de természetesen a holdautó csak akkor lett az ő babája, amikor a NASA úgy döntött, hogy választja ezt a verziót, amit a Pavlicsék gyakorlatilag már teljesen megterveztek, mint General Motors. Tehát igazából, ha a holdautó az valakinek a babája, akkor az nem a szegény von Tiesenhausen, aki egyébként nyilván sokat tett utána a projekt felülvizsgálatához, meg a NASA-n belüli ellenőrzésekhez, hanem hát, ha valakinek a babája ez, akkor az a valaki az egyértelműen Pavlics Ferenc. Na, mit kell tudni erről a járműről? És aztán még mi volt, ugye még mondtam, hogy Apollo 16, na aztán ez is aztán hamar változott, mert aztán 1970-ben kiderült, hogy megkurtítják az Apollo programot, és akkor viszont, hogy még a legtöbb tudományt ki lehessen sajtolni az egész dologból, kiderült, hogy ezeket az emlegetett J-típusú projekteket előrehozzák, tehát az Apollo 15 az már rögtön beleugrik a mély vízbe, és már az Apollo 15 elviszi ezt a holdautót a holdra, meg az összes többi ilyen kibővített
tudományos programot, beleértve az alműholddal, meg a izével, a service module tudományos raktérrel, meg mindennel együtt. Szóval hát igen. És ennek megfelelően egy nagyon-nagyon ambiciózus leszálló helyet ki is jelöltek az 1971-es Apollo 15 leszállásra, ami egyébként mindenképpen szerintem a leglátványosabb a Hold expedíciók közül. Ez ugye a holdi mély Hadley szakadék és a magas Hadley Apennine-nek hegység között a holdi egyenlítőtől 23 fokkal északra jelölték ki ezt a leszállóhelyet, ami tényleg a geológusok paradicsoma tulajdonképpen, és hát ott aztán nagyon kellett egy ilyen völgy mentén, hegyecskék, dombocskák között, ott aztán mindenképpen kulcs szerepe volt ennek a járgánynak. Tehát akkor még lényegében egy egyel korábbi repülésre el kellett készülni, mint időközben kiderült. Tehát ez a fejlesztő csapat, ami mondtam, az elején 15-20 főből állt, aztán később, amikor úgy fel lett duzzatva, és von Tizenhausen, ugye, aki a BB-jének vallja a holdautót, vele együtt bekerült a csapatba még 400 másik ember. Tehát a csúcspontban 400-at dolgoztak ezen a holdautón egyszerre. Na, még annyit akarok mondani, hogy egyébként megkérdeztem itt ebben az emlegetett e-mailezésben Pavlics Pétert, hogy ő volt az, akinek a G.I. Joe-ját az apukája használta ehhez a híres nevezetes bemutatóhoz. És akkor erre azt válaszolta, hogy igen, és még mindig nem adta vissza. Hát igen, gyerekkori sérelmek jönnek el 2022-ben is, több mint 50 évvel a történtek után. Persze csak vicces formában. Jó nagy smiley-t bígyeztett utána. Röhögtünk is. Na, szóval a lényeg az, hogy ez a járgány 1971-ben jutott el a Holdra. Mit tudunk erről a járgányról? Hát nagyjából 3 méter kicsomagolva a hossza, 2 méter körüli a szélessége, a tengely távolsága az 2,25 méter, és hát nagyon fontos tulajdonsága ennek a terepjárónak, hogy 4 kerék meghajtású, és külön kormányozható mind a 4 kerék. Tehát függetlenül kormányozható az első kerékpár is, és a hátsó kerékpár is, és egyébként ennek a lebonyolításához egyébként jó, hogy pilóták voltak a fedélzeten, ezt egyébként nem kormánykerékkel kellett ezt a jószágot kormányozni, hanem egy botkormánnyal, amit a két ülés között helyeztek el. És emellett persze volt itt a műszere falon mindenféle cucc, ami jelezte az akkumulátorok töltöttségét, jó, hát ez a sima autóban is van, de volt olyan rendszer, ami jelezte azt, hogy a holdkomphoz képest hogyan haladnak, tehát ugye nem volt akkor természetesen GPS, de hát azt tudta számolni rendszer, hogy mennyi métert tett meg természetesen, és egyébként egy rádiós rendszer az meg a holdkompnak az irányát is tudta jelezni. És egyébként, ha már a rádiós rendszerről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy ez az egész autó, ez fel volt szerelve egy jó nagy S-sávú parabola antennával is, ami lehetővé tette, hogy közvetlenül a földre küldjenek az autóról rádióadást. És egyébként a Pavlicsék nem voltak kifejezetten lelkesek, mert már így is minden grammért meg kellett küzdeni, hogy a 208 kilós lett végül a rovernek az önsúlya, de akkor a NASA még előjött azzal az ötlettel, jelzem nagyon helyesen, hogy egy távirányítású tévékamerát is rászereltek. Ezt a távirányítású tévékamerát pedig egy Ed Fendel nevű fickó, Edward Fendel, egy INCO, vagyis egy Instrumentation and Communication Officer, tehát egy felszerelési és kommunikációs tiszt a Houstoni irányítóközpontból távirányította egy joystickkal, amivel lehetett kizumolni, bezumolni, elfordítani, körbe menni, panorámaszkennelést csinálni, meg minden. Tehát ez egy lényegében egy távirányítható kamera volt, ami hát egészen vicces volt, mert az űrhajósok, amikor megálltak a holdautóval, akkor az űrhajósok megnézték, hogy merre van az égen a föld, kézzel befordították a föld felé ezt a parabola antennát, és onnantól kezdve minden megállónál, amikor megállt valahol a holdautó, az űrhajósok elmentek közvetet gyűjteni, akkor az Ed Fendel vette a kezébe az irányítást, mert mint szó szerint a joystickkal lényegében megrendezte a show-t, tehát tulajdonképpen ő döntött el, hogy mit lát a világ, ő forgatgatta a holdautónak a kameráját, és mindez természetesen úgy, hogy 3 másodperccel előre kellett gondolkoznia, hiszen ne felejtsük el, hogy van ott a fénynek a véges terjedési sebessége, meg még egy kis időkésés a rendszer miatt, ilyen hardware dolgok miatt. Tehát ugye a hold az eleve olyan nagyjából másfél fény másodpercnyire van, úgyhogy 1,3 fény másodpercnyire van
1,35, most már így beszélek, hogy nőnek a, jönnek a tizedesek, de hogy 1,35 másodpercnyi eleve a hold, meg a válaszidő az visszafelé ugyanannyi, plusz időkésés, tehát bármi, amit a Fendel csinált, az 3 vagy akár 4 másodperccel az után látszott a képernyőn, hogy ő megcsinálta azt a manővert. Na jó, oké, tehát mi, ez is volt rajta, és akkor volt még ugye 0,2 kW-os villanymotor, na most a villanymotorhoz persze nagyon fontos szempont volt, hogy hát ahhoz kellenek aksik. Na most mi van az aksikkal? Hát az aksik nagyon nem szeretik, ha nagyon hideg van, igaz? Azt tudjuk jól. De azt se szeretik, ha nagyon meleg van. Úgyhogy felmerült a probléma, hogy hát akkor hogyan lehet ezt a holdautót életben tartani ilyen mostoha körülmények között, mint a hold. Tehát erre egy nagyon okos dolgot találtak ki, egy olyan dobozba rakták bele, amiben valamiféle viaszszerű anyag volt, ami egyébként olyan volt, hogy amikor holdi nappal volt, úgymond, vagy hát olyan helyen állt a holdautó, ahol rásütött a fény, akkor ott lényegében elkezdett megolvadni ez a cucc, tehát akkor teljes mértékben folyékony lett, de ezzel egyébként elvitte azt a latens hőt, ami a fölmelegedéshez kell, tehát a belső, mivel halmaz állapot változáson esett át ez az anyag, ezért elvitte a hő egy részét, tehát a belsejében levő cucc az nem annyira melegedett föl, és persze ugyanezt történt éjszaka, vagy amikor árnyékba állt a holdautó más néven, mert ugye a holdon egyébként ugye, mit tudom én, az éjszaka az így havonta van egyszer, tehát most nem erről van szó, hanem amikor az árnyékban parkolt a holdautó, akkor meg ugye lemegy mínusz 120 fokra a hőmérséklet, de hát akkor viszont ugyanaz van, akkor visszafagy ez az anyag, de mégsem hűl le annyira a belseje, mert egyébként ugye leadja úgymond ezt a latens hőt ilyenkor az anyag. Szóval egy nagyon okos kis tároló dobozba betették ezt az egészet, és hát így működött a dolog, és akkor eljött az első repülés ideje, ami 1971 nyarán volt, az Apollo 15 startja júliusban. És egyébként konkrétan az történt, hogy rendben kicsomagolták az űrhajósok, hát ez már egy óriási teljesítmény volt, hogy kisikerült gond nélkül csomagolni, elég csúnyán odavágott volna az Apollo 15 küldetésnek, hogyha nem sikerült volna kicsomagolni, de sikerült kicsomagolni. Viszont az első két keréknek a kormányzása nem működött, de ez nem okozta, mint mondtuk, mind a négy kerék kormányozható volt, tehát ezzel nem volt gond. Aztán, mivel ez már a J-típusú Apollo küldetések világa, ezért nem egyetlen holdséta van, hanem az első holdséta után az űrhajósok szépen, ami egyébként 6 órán át tartott, tehát az is egy szép hosszú holdséta volt. Igen, egészen pontosan 6 óra 9 perc volt, és az időtartama utána visszamásztak aludni egyet a holdkomba, ahol erre a célra föl voltak szerelve függőágyak, és akkor ők ott aludtak a holdkom belsejében. Másnap reggel kimásztak, és azt tapasztalták, hogy megjavult a kormányzás. Tehát a Pavlicsék közben a Földön kidolgoztak egy ilyen dolgot, hogy hogyan lehetne megjavítani a kormányzást, de erre nem volt szükség, mert úgymond csodával határos módon megjavult. Nyilván arról volt szó, hogy egyébként az űr hidegében valami érintkezés elengedett, de aztán a leparkolt holdautóban, amire rásütött a nap, és felmelegedett szépen 150 fokosra, ott meg ez az érintkezés rendbe jött. Tehát a második holdsétán a következő napon már azt tapasztalták, hogy minden tökéletesen működik. Hát a Pavlics Ferenc ezért az érintkezéseket és a hőingadozást tette felelőssé. Nem így Jim Irwin, a Holdcom pilóta, aki hát egy vallásos élményként hivatkozott erre később, ő már eleve nagyon vallásos volt, és aztán az Apollo 15 után még inkább az lett egyébként, és nagy prédikátor lett, és még egyébként a Noé bárkájának a felkutatására is szervezett expedíciókat az Araratra, és aztán sajnos fiatalon meghalt, azt hiszem valami szív problémában, ami nem volt előzmények nélküli, mert konkrétan az Apollo 15-ön is egyesek szerint az egyik holdséta közben volt egy szívinfarktusa az Irwinnek, tehát lábon kihordta a szívinfarktust a holdon egyébként. Na de az Irwin erre a csodálatos képen meggyógyult holdautóra úgy nyilatkozott, hogy ez egy isteni csoda volt, egy csoda. A Pavlics szerint nem csoda volt, hanem az érintkezési hibát tette rendbe a hőingadozás. Ezt leszámítva egyébként a holdautókkal nem volt gond. Az Apollo 17 esetében annyi történt, hogy az egyik sárhányó letört,
ugye ilyen kis műanyag sárhányok voltak, nagyon könnyűek. Az nagyon fontos volt egyébként, mert különben ugye holdpor az nagyon durván szóródik, hát így is az űrhajósok rettetesen néztek ki, olyan értelemben, hogy az hófehér űrruhájuk az tiszta szürke volt a holdportól. Hát még, ha leesett volna az első sárhányó, tehát azért az elég csúnya lett volna, de Cernan és Schmidt, az Apollo 17-7 két űrhajósa ezt ügyesen megoldotta a földiek segítségével, természetesen szigetelő szalaggal, hát mi mással, és a szigetelő szalaggal egy hold térkép, egy összehajtogatott hold térképet szikszalagoztak hozzá mihez a sárhányó megmaradt részéhez, tökéletesen működött, ezért aztán később az űrhajósok a visszatérés után a karosszéria lakatosok szövetségének a tiszteletbeli tagságát meg is kapták. Na, és 35 kilométert tettek meg a Holdon az Apollo 17-tel. De úgy egyébként, hogy a Holdcomptól sose távolodtak el mondjuk 8 kilométernél messzebb, mert mindig úgy tervezték a holdsétákat, hogyha lerobban a Holdcomp, akkor még visszatudjanak sétálni úgy, hogy maradjon elég oxigénjük a visszatérésre, tehát ezért aztán mindig ennek megfelelően tervezték az útvonalakat, és a fontos adatról még nem beszéltünk, hogy ez a cucc ez mennyivel tudott menni. Hát a sebességrekordot az Apollo 16-on John Young tartja, aki csinált egy egyszemélyes tesztvezetést a Holdon, ahol lejtő lefelé 18,6 km/h száguldott, de ezeknek a hangsebességnél sokszor gyorsabb repüléshez hozzászokott berepülő pilótáknak is egy kicsit izgalmas volt, mert azt mondták, hogy azért ez a 18-19 km/h azért az sokkal nagyobbnak tűnik akkor, amikor az ember egy ilyen terepen repked. Mert tényleg repked, tehát a holdi egyhatodos gravitáció az olyan, hogy amikor ott van egy 30 centis kő, akkor puf, így fölugrik lényegében a levegőben a rover, és siklik, aztán szépen lebuccan a talajra, és úgy megy tovább, tehát mindenképpen ezt így mondta John Young, hogy ez egy rockin' and rolling ride. Na, és akkor még hát a General Motors meg a NASA-t azt sokat emlegettük, de hát akkor mondjuk meg, hogy a General Motors ugyan megtervezte az egészet, a NASA felügyelte az egészet, de hát azért ez mégis egy még ha az a General Motors is, az egy autóipari cég, tehát a végső holdautót nem ők gyártották le, hanem az ő terveik alapján, és együttműködésben a Boeing, tehát egy repülőgép gyártotta le, hiszen nekik voltak tapasztalataik ezekben az ötvözetekben, űrálló anyagok előállításában és hasonlókban. Tehát ez volt minden idők első olyan járműve, amiben emberek zögykölöttek egy másik égitest felszínén, és mindez idáig az utolsó is. Hát reméljük, hogy majd a közeljövőben ez megváltozik. Ennek eléréséhez a 2022-es évben sok minden fog történni, hogy micsoda, arra reményeim szerint vissza fogunk térni legközelebb, de a mai napra a Szokol ébresztő igazából lassan véget ér, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Még néhány technikai információ, ami talán érdekes lehet, hogy én fogok tartani egy Atomoktól a csillagokig előadást, ami az ELTE fizikai intézetnek az előadása. Az lesz a címe, hogy miért élünk jégkorszakban, ami tehát nem a közvetlen az űrkutatással kapcsolatos, hanem igazából a földtörténeti klímakutatással kapcsolatos kutatásainkról fogunk beszélni, de ha valakit érdekel, akkor az keresse az Atomcsill, Atomoktól a csillagokig Facebook oldalt, vagy akármi ilyesmit, és ott a Galileo webcast jóvoltából közvetítve lesz ez a dolog. Mégpedig csütörtökön 5 órától, ha jól gondolom, vagyis mi ez most van, talán 10-e? Igen, és akkor az 13-a lesz, tehát 13-án csütörtökön, és addig is, és ugyancsak 13-án csütörtökön fog megjelenni erről az adásról a kísérő cikk a parallaxis.emtv.hu felületünkön, ahol az összes adás egyébként vissza is hallgatható, hasonlóképpen a Tilos Archívumhoz, ahol szintén visszahallgatható, viszont ott még hozzá is lehet olvasgatni majd ezt-azt, úgyhogy mindenkinek ajánlom, és természetesen várom továbbra is a kérdéseket, hozzászólásokat, meg ilyesmiket. Ugye létezik az e-mail címünk is, az a sokolebresztő@gmail.com, vagyis sokolebresztó@gmail.com. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ennyi volt már a Szokolébresztő, sziasztok!
Hamarosan jön a következő rész.